tőkének az eredeti része, ahol volt 4-5 hajtán. És a másik oldalban próbáltam oltogatni, de ezt a felét mondta, itt meg nem indult el az oltás. Nem tudok lenni a francia. Hát nem elment az erő, nem elment. De Barna, te mikor kell, mikor oltó? Fásba fás? Te, Én már beoltottam, azt ki, azt én mondtam, a Boris is azt mondta, hogy hülye vagyok már, hogy mi a faszért. Nekem is ugyan. Miért nem oltok már? Mondom, azért, mert tavasszal megfagytam, és nincsenek olyan erősek a hajtások. Hát az, hogy ezek nagyon erősek. De mondom, menj oda, és akkor így meglegyinted, az lecsapódik a teteje. Tehát annyira gyönge. Na, vártam még vele, és július közepe felé. Akkor ráállítottam 4 embert, az csak tóták. Hallod, volt olyan, amit összesen tekertek. Figyelj, belerakta, és elfelejtett összetekerni. Az is megint. Összesetek el. És például a fóliában mikor kezd el eloltani? Fóliában? Feketébe feketé. Én nem akarok a fóliába. Nem. Majd most kezdem el. 8000 négyzetméteres növényházat csináltatok 140 millió forintért. Most az igen. Két rétegű fűthető, termálvizes kúttal ezt fűthető. Kétszer megpróbálok benne termelni. Az igen. Megpróbálok benne termelni március vége áprilisit, de inkább június elejét, meg megpróbálok termelni benne egy decembert. És kint feketébe feketét, mint nekünk az átlagember. Feketébe feketét tudod, hogy úgy oltottunk tavaly. Hogy? Levágtam a tőkét, figyelj. Igen. De ez az, amit te szoktál mondani, hogy józan paraszt ég. Kiekésztem a szőlőtőkét. Igen. Kifújtam, ennyivel a talajszintől. Négybügyes veszőt kettőt szépen beleraktunk képbe, összekötöttük, de ott egy drótta összehúzottuk, majd utána azt lőszük, visszatemettük. Mit csináltam én ezzel? Dugványt csináltam belőle. Segített neki az a tőke, adta neki a nedvet. Igen. Tudod? Megengedte fönt a gyökerét, de a kalluszosodott is, tehát az is nyomta. 5-6 ilyen veszőt tolt, meg 6-8 fültöt nevet ki. De ezt mikor kezdted el? Te ezt most is csinálhatod. Ugye? De én mikor csinálom, azt mondták, hogy hülye vagyok. De betakarod a földbe. Hát én is úgy csináltam, nem tudom, biztos nem nézted, mert nem értél rá. Ha lerakod, akkor betakarod a földbe. Úgy csináltam, azt mondták, hülye vagyok, hallom? Jó, nem maradott, jó. Ja, és te mikor, egyet még szeretnék kérdezni csak, hogy mikor lehet-e már metszeni azt a fajtákat, te már metszettél? Na látod, azt mondták, hogy hülye vagyok, hogy most elkezdtem metszeni. Amiről nem kell veszni, már rég megvan metszeni. Na, így van. Az, amiről kell nekem is. Tudod, hogy hányan hívogatnak, hogy rendelt itt ilyen 150 darab szőlőveszőt. Jó, kurva sok pénzt ad. Hogy van-e olyan vesző, amit nem használok. Mondtam neki, hogy hozz egy nagy teherautót, ezt megpakolom neked veszőre. Amit láttam én az ön. Nagyon jó. Azt mondják, hogy elindul a rügy. Hát hogy indulja le, hogy mikor már megvan? De mutatok neked érdekes dolgot, a Javelin-e ekkora hajtás van kint. Jó van, értem. A Bravissimon ekkora hajtás van kint, elindul. És kint? Nincs megvetszve a tőke. Ha megvan vetszve, az meg pihen. Akkor most ki a hülye? Ha megmetszed, nem mondod. De ha megmetszed, mit csinálsz? Megállítom. Na, akkor azt mondják, hogy én mikor, most nem azért, hogy hülye vagyok, mikor ilyeket kézzük. Honnan találok ilyeket? Azt mondják, hogy én nem vagyok normális. Jó van, a film. Ő rendes gyerek. Hát persze, nekem is van egyet, hozok. Szeretném, hogyha bemutatnád, hogy és miért csinálod úgy, mert nézzétek, milyen jó kis Greenway, én is kaptam kettőt. Hogy? Látom, te is lefertőtleníted, ugye? Hát jó, mert nem viszed át a fertőzés az egyik tőkéről a másikra, ugye? Hú, na ez igen. Ezzel egyet. Na látod? Tessék, most jó levágtad. A többi fa. Most nem fog jövőre nőni. Nem is élnek egy gyökere. Ez él, az már barnul be. Az él, az meghalt, az félig él, félig nem. Ez teljesen él. Ezekből a gyökerekből, ez a gyökér, amikor elindítod, ez csak annyit szerepel, hogy rengeteg vizet viszik ennek, és el tud indulni. De erre rohadtul vigyázni kell. Ezt, ha most kitörnénk, ez látszik, hogy ez olyan 40%-os kallusz. Itt megvan a kallusz. Nem azért, mert hogyha annyit csinált volna, hogy így beékeli az öreg, így, mert nekünk az összeset a gép úgy beékeli, és van hely a kalusznak körbe nőnie. Itt meg feszíti egymást szét. Így. És ha érzed itt,
Itt nincs kallusz, mert itt egy horpadás van. Érzed? Csak húzd végül a kezed. Uh-huh. Ott egy horpadás van. Itt is egy horpadás van. Emelő itt a kallusz. De azt mondod, hogy nem beteg, ugye? De hát ez olyan tiszta, mint az állat. Ez nem beteg egyáltalán. Mutassak beteget, majd kint mutatok. Jó. Nagyon nem keveset. Ó, nagyon jó, szépen köszönöm. Fogjuk itt, meg kell törni. Megből nagyon sok. Na, lássuk már. Én nagyon gyöngét akarok kitörni. Hát azt egy... Ja, de is volt egy, ami... Ó, de inkább ne törd el. Az neki. Kár értem. Jó, még azt mondja. Na, lássuk. Na, figyelj. És nem teszed? Csak eltörted. Na. Figyelj, mind a két old, és hát de milyen szép zöld. Le kéne bontani. Remélem, hogy veszi. Már látszik, milyen egészet. Le kéne bontani az egész. Hó, belebontani. Hallod, ezt nem lehet visszahegeszteni? Nem. Kár érte. De hogy kár, hát el van törve. Jó van. A bélnőr össze. Onnan az old vajna enni. Ennél is a bél van csak összenőve. Uh-huh. De ő neki nincs meg ez a körkörös kallusza. Ez, amit majd mindjárt le fogunk szedni. Az anyád. Na, ezt már szeretem, hogy bemutatod. Ez a körkörös kallusza. Ez nincs meg neki. Ez itt megvan teljesen, itt is megvan, itt jött le. Uh-huh. Tehát ez kimelegítés. Tehát és ez miért? Az öregnek azt gondolod, hogy van arra pénze, hogy egy ilyen 70-80 milliós technikában melegítsen. Magyar forintból beszélek. Hát nincs. Ők uh-huh. egy kis inkubátorba eljátszanak. Igen, igen. Ahol nem tudja tartani a 27,1 fokot 0-24 órába 19 napig, és utána nem tudja levinni 5 fokra, aztán nem tudja felemelni 60 fokra, aztán nem tudja visszavinni 0-1-re, hogy edze meg a kalluszt, és utána meg pakoljuk kifelé. Mert hogyha ő neki 27-en kimelegíti, nem csinálja meg ezt a játékot vele, akkor az az egyetlen egy baj, hogy kirakja a pusztába, és összeesik a kallusz. És ott levegős lesz alatta. Összeesik a kallusz. Ah, még ilyen. De na, most, ezek az információk. De most fogok fóliába rakni oltványt. Fóliába fogom kinevelni az oltványt. Szerintetek milyen lesz? Ezen macerának, hogy legyen rajta ekkora vesző. Lesz rajta, ne idegeskedj. Mert azt hiszik ám, hogy az a vesszőbe, amit itt, ez a turkán is levágta vesző. Ezt tudjátok, hogy mire való? Ez. Itt ez esetleg. Ez esetleg lenne belőle egy oltásod. De ezt hogy fogod beoltani? Ezek nincs nulla rügyek itt. Ezek bevakult rügyek. Itt is nincs is rügy. Nincs rügy. Nincs rügy. Ott van, de ez is ilyen bevakult. A mellékrügy él. A főrügy megdöglött, a mellékrügy meg izé van. Eljöttem minden... Amúgy jó kis oltvány. Igen? Nagyon jó kis oltvány. Ez az öreg az élet hozzá. Igen? Na, az igen. Igen. De majd szedünk el. Ó, mi van itt gyerekek? Nézzétek már meg. Ez nem sem. Nem, de tudod, mi a helyzet? Én azt akarom, csak ezt növed már föl, légy szíves. Jó, akkor kis.